2020. szeptember 30-án indultak el a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi és rendészeti állományának tagjai mellett a budapesti, valamint a Bácskiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, hogy hat helyszínen egy időben csapjanak le egy betörés sorozattal összefüggésbe hozott csapathoz tartozó személyekre. Az utolsó tagot is elfogták másnap hajnalban. A rajtaütéskor 7. A 2019. október és 2020. szeptember közötti időszakban a fővárosban Bács-Kiskun, illetve Pest megyében követett betörés volt számlájukra írható. Az azóta lefolytatott nyomozás 42-re szélesítette a listát. Az általuk okozott végleges kárérték 45.726.844 forint lett. Legkevesebbet 2000 forintot egy kiskunnacázi fatelepről loptak. Legnagyobb fogásuk egy ceglédi áruházból elvitt 30 millió forint volt. Egy fővárosi húsboltból ugyan pénzt nem, de ha már ott voltak, 10 kg sonkát magukkal vittek. A négy legfőbb gyanúsítottnak bejelentett munkahelye. Állandó jövedelme nem volt. Megélhetésüket, életvitelüket a bűncselekményekből származó illegális bevételükből finanszírozták. Elfogásukat követően kezdetben a legtöbben nem voltak közreműködőek, tagadtak, panaszol, nem tettek vallomást. A nyomozás előre azonban az egyre másra halmozódó bizonyítékok hatására részben vagy egészben beismerő vallomást tettek. A Pest megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya bűnszövetségben üzletszerűen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntető eljárást befejezte. Az iratokat átadta az ügyészségnek.